Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Anyukám 60 éves volt, amikor 2002-ben tüdőrákban meghalt. Én nagyon gyászoltam, és fontos volt számomra annak idején a hitem, azon kívül a Biblia, abban olvasgattam, és a hirtelen jött egy ötlet, hogy egy nyaklánccal kinyitom a Bibliát, és keresem ezeket a szavakat. Kaptam választ a kérdéseimre a Bibliából, meg ehhez jött az ihlet. És én megtartottam ezt a metódust, és így kapom meg az égi üzenetet. Ezt szeretném átadni számotokra. Persze megvan arra a lehetőség is, hogy kér tőlem egy ilyen személyes bibliai üzenetet, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mi a mai üzenet. Valaki szeretne beszélni veled. Elkísér téged az élet utadon. Az otthonodban változik valami, lesz egy látogatás. Te még kicsit bizonytalan vagy, ami a terveidet illeti. Légy még kicsit türelmes, te el fogod érni a céljaidat. Az égiek segíteni fognak. Ott vannak körülötted. Van valaki a környezetedben, aki sokat iszik. Mert nem találja a helyét az életben. Próbáld meg dicsérni őt. Így megváltozik a viselkedése. Mert szüksége van rád, szüksége van a segítségre.
Ne légy szomorú, ha bort iszik. Itt a könyvben bor jön, de ez lehet más alkohol is. Valami megszépül az életedben, a környezetedben. Itt van gyógyító erő is. Ne légy szomorú, a hited aranyat ér és segít neked. Ha segítségre van szükséged, mi ott vagyunk. A jó Isten az mindig ott van és segít. A hited erősíteni fog téged. Egy bírósági ügynél, vagy egy olyan helyzetben, ahol igazságtalanságok vannak, vagy voltak, ott győzni fogsz. Hamarosan kiépítesz valamit. A szomorú időszak véget ér. Ne félj a jövőtől. És ez volt az égi üzenet. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.